Szervusztok, jó estét kívánok! Most, hogy vége van a horvát brazil vb mesnek is, és a horvátok Brazíliát kiütötték a negyed döntőbe jutáshoz, és vége van az RTL híradónak is. Egy nagyon rövid bejelentkezéssel szólítalak ma meg benneteket. Szeretném elmondani nagy köszönettel, hogy közel 18 ezer követője van itt a Facebook csatornámon a heti előadásaimnak és a megszólalásaimnak, ami nagy megtiszteltetés számomra. Ugyanakkor egyre többen kérítek, hogy miért nem lehet ezeket az előadásokat a YouTube-on megtalálni mert ott magabiztosabban, vagy tő könnyebben, a telefonokon könnyebben, esetleg egy kicsit magasabb minőségben lehet az adásokat, főként utólag visszanézni. Hosszú időn dolgoztunk rajta, vagy dolgoztam rajta munkatársaimmal, és most már túl vagyunk egy közel fél éves tesztidőn, és el kell mondanom, hogy Palotás János YouTube csatornáján ha nem is élőben, de az élő adást követően egy-két órával már megtalálható a palotás szabad így Kineveztétek el ezeket az csütörtök esti előadásokat. Tehát a palotás szubjektív oldalon, Facebook oldalon tartott bejelentkezéseimet röviddel a bejelentkezés befejezése után a youtube on is el tudjátok érni, és természetesen ott is, mint a Facebook csatornámon is, utólag valamennyi előadásom megnézhető. A Facebook csatornán már közel száz előadás van. A YouTube-on egyelőre azt hiszem körülbelül májustól van minden egyes bejelentkezésem -e megtalálható, és folyamatosan visszamenőleg a korábbi előadásokat is a választások környékén lévő, hogy a választás megelőzően az előválasztás idejében tartott előadásaimat is föl fogom tölteni, de most már az elmúlt 5-6 hónap minden bejelentkezés elérhető, és ha meg tudom tenni, és az esetek 99%-ával az elmúlt 5 hónapban megtettem, közvetlen, ahogy vége volt a a Facebookos bejelentkezésnek, a YouTube-ra is egy-két órán belül kihelyeztem, ott még egy kicsit feliratoztam is, és hogyha fölösleges elemek voltak, akkor le, le is vágtam belőle. Sajnos annak a technológiáját egyelőre az én saját irodámban nem tudom megoldani, hogy élőbe menjen a YouTube-on is, és élőbe menjen a Facebookon is, de előbb-utóbb erre a pontra is el fogunk jutni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok. Azt szeretném javasolni sokatoknak, aznak a 18 ezer követőnek is, vagy aki nézi a Facebook az előadásaimat, hogy keresse meg a Facebook, a, keresse meg a Youtube-on a Palotás János csatornáját. Ezt láthatjátok egyébként, hogy a Facebookon a link, ha úgy, úgy adjátok be a Facebook keresőbe, hogy kukac, Janos Palotás 1750, akkor azonnal a megfelelő helyre, helyre fog eljutni. A legnagyobb megtiszteltetés, ha ugye ez a Facebookon úgy nevezik, hogy követék követés, a Youtube-on pedig úgy, hogy feliratkozás, Hát, ha minél többen mind a kettőn megjelentek, akkor ráadásul két helyről fogtok értesítést kapni, akkor is, ha rendes csütörtök eladásaimat tartom, és akkor is, hogyha egy rendkívüli bejelentkezéssel szólítalak meg benneteket. Köszönöm, hogy itt voltatok, egy nagyon szép hétvégét kívánok nektek, még azt gondolom, hogy bár eső lesz bőven, de azért vannak olyan belső programok is a családtagjaitokkal, a párjaitokkal, a gyerekeitekkel, az unokáitokkal, amit mindenképpen éljetek át, mert boldognak is kell lenni. Köszönöm, vigyázzatok magatokra, ezzel szeretném az adást befejezni.